Jó estét kívánok! Ez itt már a kiemelő. Mai magazinunkban számos érdekességet megtudhatnak az Erszály világkonferenciáról, amelyet Kecskeméten szerveznek meg. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk dr. Kárpáti Józseffel, a Najman Egyetem gazdaságtudományi karának dékányával. Ezt követően megtekinthetik, milyen volt az egyéves Hunyadi Városi Közösségi Ház ünnepsége. Végezetül pedig dr. Dávid Beáta szociológus, a Szemelvejsz Egyetem professzorának előadásába engedünk betekintést, amelyet a Hírös Szenyúr Egyetemen tartott. Már is kezdünk! Az idei év legkiemelkedőbb tudományos eseménye Kecskeméten a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság az Erszály 14. világkonferenciája április 8-a és 11-e között a négy napos konferencián 50 országból várhatóan közel 400 előadás hangzik majd el. A témában vendégünk dr. Kárpáti József, a Naiman János Egyetem gazdaságtudományi karának dékánja. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy befáradt ide is tudunk egy kicsit beszélgetni. Jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget. Hát amikor hallottam én is ezt a hírt, azért nagyon... Hát, mint kecskeméti lakost ilyen boldogság öntötte engem is, hiszen ez egy nagy dolog, hogy egy világkonferenciát tarthatunk itt kecskeméten. Először is, ha megtenné, hogy elmondja nekünk, illetve a nézőknek, hogy mit is kell tudni a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaságról. Nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy ezt a kiemelkedő világszínvonalú rendezvényt nálunk rendezhetjük meg Kecskeméten. Az Erszájról azt kell tudni, hogy ez tulajdonképpen az egész földet szó szerint átölelő szakmai szervezet. A regionális tudomány területével foglalkozó különböző földrészeken megalapított tudományos társaságoknak az ernyő szervezetéről van szó. Tehát van ilyen tudományos szervezet. Európában, van ilyen Észak-Amerikában, Ausztráliában, Kelet-Ázsiában, és az Erszály fogja össze mindezeknek a szervezeteknek a globális működését, és rendezik két évente ezt a világ mustrát a szakmai, a szakmai testületek számára. És a, a regionális tudomány, konkrétan, mint tudományág, mit vizsgál? Talán a legegyszerűbb ö, azzal elmagyarázni, hogy bármilyen társadalmi, vagy környezeti, vagy gazdasági jelenséget vizsgálunk, ma már egy fontos tényező azt figyelembe venni, hogy hol történik mindaz a jelenség, hol látjuk mindazt a jelenséget földrajzi értelemben véve. Egész egyszerűen a, a modern és kitágult világ számára, egy fontos döntési kérdésé vált az, hogy egy gazdasági tevékenységet, mondjuk egy vállalkozást hol indít el egy adott vállalkozó. Hol építünk fel egy új gyárat? Milyen természeti és gazdasági környezet várja azt a vállalkozást? Hogyan fogjuk tudni a munkaerőt biztosítani? Milyen fejlettségű az adott térség a világ többi térségéhez képest? És ezt a fejlettséget, ezt hogyan lehet tovább, ennek a színvonalát hogyan lehet tovább emelni? Milyen milyen tényezők hatnak arra, hogy egy adott földrajzi terület, egy régió vagy egy kisebb térség milyen erőforrásokkal tud gazdálkodni és hová tud eljutni. A regionális tudomány tulajdonképpen ezzel a nézőponttal tudott önálló tudományággá válni évtizedekkel ezelőtt, hogy bevitte ezt a területi nézőpontot, ezt a gazdaság és társadalom földrajzi nézőpontot a különböző meglévő kutatásokba. És akkor beszéljünk most egy kicsit a mostaniról, ez lesz ugye a 14 Egyáltalán hogy történt meg az a döntés, hogy Kecskeméten szervezhetik meg ezt a világkonferenciát, minek köszönhetjük ezt, meg hogy egyáltalán a Neumann János Egyetem mindenképpen fontos kiemelni a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak a támogató részvételét ebben a folyamatban. Ennek a konferenciának az elnyerését egy pályázat előzte meg, tehát egy pályázati anyagot kellett elkészítenünk 2023 év legelején, és 2023 nyarán döntöttek a pályázókról, illetve arról az anyagról, amit benyújtottunk. Tehát egy igen hosszú előkészület előzte meg, és azt gondolom, hogy nagyon fontos nézőpont volt a döntés szempontjából az, hogy mi kecskeméten fel tudtunk mutatni egy vállalkozásokkal, a városvezetéssel karöltve elkészített pályázatot, tehát a szakmai konferenciát nem pusztán önmagában egy körbekerített egyetemi épületben fogjuk megrendezni, hanem egy térségben, amelynek szerves része a város is, amely vendégül fogja majd látni ezeket a kutatókat. Én azt gondolom, ez volt a legfontosabb sikertényező. A másik fontos elem ebben a pályázatban az volt, hogy a magyar regionális tudományi kutatás igen jelentős Európában, tehát egy egy olyan színvonalú tudományos hátteret és egy olyan műhelyt tudtunk felmutatni, amely nemzetközileg is elismert. Olyan szaktekintélyek dolgoznak nálunk a Naiman Egyetemen, mint például dr. Forman Balázs kollégám, akivel társelnökei vagyunk a szervezőbizottságnak, vagy éppen dr. Tózsa István professzor, és még sorolhatnám azokat a szaktekintélyeket, akiknek nemzetközi értelemben véve is hírnevük és elismertségük van. Mindezek a tényezők együtt jelentették azt, hogy Más kontinenssel ellentétben, ebben az évben Európában, és méghozzá itt Magyarország közepén rendezhetjük ezt a programot. Mikor tudták meg a hírt, hogy önök a szervezők, és hogyan zajlottak és zajlanak az előkészületek? Maga a döntés az tavaly nyáron született meg és igazából októberben az Erzály vezetőségének a személyes látogatásakor került pont arra az együttműködési megállapodásra, amely az egyetemet vezető, illetve fenntartó alapítvány és az Erzály között létrejött. Ugye itt egy nagyon fontos kérdés az, hogy megfelelő környezetet tudjunk biztosítani ennek a konferenciának, a technikai feltételeket, a tantermeket, az előadótermeket tudjuk biztosítani, és hát ebben is azt gondolom, hogy a mérleg nyelve felénk billent, hiszen aki járt mostanában az Izsáki úton a kampusz épületében, azt tudja, hogy Európa egyik legmodernebb egyetemét találhatja meg itt, Kecskemétem. Igen, azért sem egy utolsó szempont, azt gondolom. Kicsit beszéljünk már arról, hogy ugye az el is hangzotta a felkomban, hogy 50 országból jönnek, és a világ minden tájáról egy pár térséget, országot esetleg emeljünk már ki. Szó szerint a világ minden pontjáról jönnek látogatók és előadók. A legfontosabb vezető előadók az úgynevezett kínót előadók között is Találunk olyat, aki a, a Chicagói Illinois Egyetemnek a, a professzora, találunk olyat, aki Braziliai São Paulói Egyetem professzora, vagy éppen Koreából, Dél-Koreából a Szunkjunk van Egyetem egyik vendégelőadóját is köszönhetjük. De a legmesszebbről érkező előadó azt hiszem, hogy Új-Zélandról fog befutni hozzánk. Mindeközben a közel Kínából, Kelet-Ázsia más országaiból, és Dél-Amerikából is, akár Paraguayból is jönnek hozzánk kutatók akiknek be tudjuk mutatni a mi eredményeinket is, hiszen magyar előadók, magyar konferencia résztvevők is lesznek ezen a programon, és hát nem utolsó sorban Kecskemét város szépségeit. Ö, emeljünk már ki egy párat, a teljeség igénye nélkül nyilván a témákból, az előadóból. Azt hiszem nagyon sokoldalú és, és tényleg lehetetlen lenne összefoglalni ezt a körülbelül 300 előadást, de ha talán a legfontosabb pontokra kell rámutatni, az egyik a lokális gazdasági működés. A lokális mezőgazdaság, a lokális termelés, tehát a helyi közösségeknek a gazdasági és társadalom szervező értéke az egyik fő témakör. Egy másik nagyon fontos témakör, a régiók közötti együttműködés amely Európában egyébként sok esetben határokon átnyúló, tehát eltérő országok közötti együttműködés gazdasági kulturális aspektusait vizsgálja. Nagyon sok módszertani, tehát ökonometriai, statisztikai témakör és ezzel foglalkozó külön szekció is megrendezésre kerül. De ugyanakkor például, ami egy újszerű és nagyon fontos kérdés, és aminek kecskeméti vonatkozása is van, az egyik fő előadónk a várostervezésről, illetve 21. századi okosváros fejlesztésről, fejlesztésekről fog beszélni kóreai szemszögből. Az előadások mellett, ha jól tudom, lesznek kísérő programok, illetve különlegességek. Tegye már meg, hogy ezzel is megismerkedje a kedves nézőket. Igyekeztünk néhány olyan elemet is belevinni ebbe a konferenciába, amely ki tudja szolgálni azokat a külföldi előadókat vagy látogatókat, akik nagyon rövid időre érkeznek a városba. Így például az egyetem kampuszába berendezzük a Nemzetközi Kerámia Stúdió kamara kiállítását. Azt hiszem, ez egy, ez egy nagyon szép és érdekes programpont. A látogatóink bármikor be tudnak menni egy belső kertbe, ahol a Kerámia Stúdió Nemzetközi Alkotói Repertoáriából láthatnak majd műtárgyakat, De de mint kecskeméti és mint hungarikumnak tekinthető különlegesség, érdemes megjegyezni, hogy a kecskemét film is egy kiállítást rendez be az épület egy különleges pontján, és a magyar népmesék sorozatot fogjuk itt vetíteni, illetve a magyar népmesék karaktereivel ismerkedhetnek meg. Ezen kívül szervezünk látogatásokat a méltán híres Cvak Pálinka főzdébe, lehetőséget adunk a tavaszi fesztivál programjaiba való bekapcsolódásra, igyekszünk elkalauzolni majd a vendégeket a Városháza megújult látogatóközpontjába, és olyan táncművészeti és zenei kórus programokat és apró kis performanszokat is beépítettünk a programokba, amelyekkel szeretnénk azt a kulturális gazdagságot bemutatni, amelyel Kecskemét szolgál, és amelyel a külföldieket Igyekszünk elkápráztatni. Tulajdonképpen ez is lett volna a következő kérdésem, hogy ennek azon kívül, hogy ez egy, egy szakmai konferencia, tudományos konferencia, azért óriási hozadéka is van. Idegenforgalom, turizmus, megismerik Magyarországot. Mindenképpen ez egy, ez egy több rétegű előny, ami egy ilyen nemzetközi program megszervezésével jár. Tagadhatatlan, hogy maga az egyetem számára közvetlen előny, az a típusú tudományos kapcsolatépítés, és az a bekerülés a nemzetközi tudományos körforgásba, amely egy egy ilyen több százfős látogatói körből kijöhet. Ki Minden ilyen programnak a kapcsolattartása, a kapcsolatok építése, a nemzetközi együttműködések, akár nemzetközi kutatások kialakítása az egyik fő célja. De ezen a közvetlen célon túl, az egyetem számára fontos az a nemzetközi láthatóság, az a fajta víziónak a közvetítése, amit az egyetem fenntartója már három éve igyekszik megvalósítani, hogy egy dinamikus, lendületes és viszonylag kompakt méretű egyetem is tud világra szóló teljesítményt nyújtani. A város számára az a fajta együttműködés a hozadék, amelyet nem csak a látogatók turisztikai költéseiben látnak, hanem a hírnév, a kecskemét hírének a nemzetközi terjesztésében. Hiszen, ahogy említettem, Észak-Amerikától óceániáig mindenhonnan érkeznek látogatók, akik egyszer, ha kedvet kapnak, lehet, hogy visszajönnek, vagy meleg tovább ajánlják majd azt a lehetőséget. Ha valaki Magyarországra készül, akkor ne csak Budapestet nézze meg. Tehát annyira sokféle áttételes előnyel is jár egy ilyen nemzetközi program, amely nem mindig közvetlen kooperációkban mérhető, de ezek a hosszú távú előnyök, ezek kétségtelen. És engedjen meg, nagyon minimális időnk maradt, hogy egy utolsó kérdés feltegyek, hogy nyilván ez egy szakmai konferencia meghívott vendégeknek, de van e lehetősége egy átlagos állampolgárnak bármelyik adásra bemenni, és ha igen, akkor hogyan? Igen, mindezek mellett természetesen az egyetem diákjai számára is adtunk lehetőséget, sőt, itt szeretném megköszönni mindannak a tucatnyi diáknak, akik közvetlenül közreműködtek a szervezésben, és a jövő héten azt gondolom, hogy látástól vakulásig ezen a programon fognak velünk dolgozni. De külső látogatók számára is nyitva áll a program, tehát lehet úgynevezett napi egyet vásárolni. A konferenciának a Naima János Egyetem honlapján van egy dedikált felülete, az nie.hu, és ezen keresztül el lehet jutni a regisztrációs felület itt hétfőtől csütörtökig minden napra akár külön-külön jegyet is vehet az, aki tud angol nyelven megfelelően, hiszen ez még talán nem hangzott el, hogy a konferencia teljes egészében angol nyelven zajlik, és érdeklik azok a témák, amelyeket részletes programunkban egyébként a honlapon megtalálnak. Nincs más hátra, hogy megköszönjem a beszélgetést, és sok sikert kívánjak ehhez a konferenciához, és köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönjük. Egyéves fennállását ünnepelte a Hunyadi Városi Közösségi Ház április harmadikán. Az ünnepi műsorral egybekötött programon az érdeklődők megismerhették az elmúlt egy év eseményeit, eredményeit, illetve a jövőre vonatkozó terveket is. Az esemény egyik különlegessége az időkapszula volt, amely az épület tető szerkezetében kerül majd elhelyezésre. Tortával, valamint gitár és tárogató szóval ünnepelte a Hunyadi Városi Közösségi Ház megnyitásának első évfordulóját. A tavalyi évben 234 négyzetméteressé és akadálymentesé alakított ökoház kiemelkedően járó hozzá helyi lakosok életéhez. Hosszú volt az egy év, bár mégis rövid volt mert annyi eseményünk volt, annyi programunk volt folyamatosan, hogy hogy gyakorlatilag úgy elrökkent, hogy egyszer csak itt vagyunk a mai napon. A rendezvény szervezünk Lesko Katalin kezébe vannak a rendezvények összerakása, és én és Pászti András együtt szoktuk szervezni a nézőközönséget, illetve a résztvevőket, illetve minden platformon hirdetjük az eseményeket, hogy minél több, minél több résztvevő legyen. A 119 éves városrész kibővült közösségi házában valóban pezseg az élet. Havonta átlagosan 700 ember vesz részt a különböző programokon, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére valót, ugyanis van többek között főzőkör, varrókör, jóga, zeneóvi és még szenior örömtánc is megerősödtek a közösségek, tehát a nyugdíjas klub, akkor a, akikért a déli harangszól egyesület, mivel ő is működteti, illetve a, ha hátrafordulunk, akkor látjuk az ökokertet, gyakorlatilag 30 család ökokertészkedik, illetve jobbra tőlünk pedig 1000 négyzetméteren vannak a kutyások baráti köre. Különböző szervezetek egy partneri együttműködés aláírásával biztosították, hogy a helyiek továbbra is színes és színvonalas programok közül választhassanak a helyi cégek és helyi vállalkozók, illetve helyi intézmények fogtak össze. Ez az általános iskolát, obodát jelenti intézményi szinten, illetve a könyvtárat, illetve a rajzunk és a nemzeti parkot, illetve az egyházak is működtetnek itt programokat. Az adventista egyház is beszállt ebbe az együttműködésbe, illetve a katolikus és a református egyház is foglalkoznak, foglalkozik itt az emberekkel a hetente, két hetente. Az esemény különlegessége volt, hogy készült egy időkapszula, amelyet a közösségi ház tetőszerkezetében helyeznek majd el, hogy megőrizze a helyiek és országosan ismert emberek üzeneteit az utókor számára. Az első ötletem az volt, hogy kizírással készített üzeneteket küldjünk 2222-re. Remélve, hogy lesznek emberek, akik írni, olvasni tudnak, és ki tudják olvasni a mi üzeneteinket is. Ez egy élő történelemkönyv lesz. Ez a 222 üzenet jelzi azt, hogy mi hogyan élünk most, mik mi, mi foglalkoztatnak, milyen gondolatok, milyen örömeink vannak, milyen gondjaink vannak. És hát jó tanácsok, hogy mire vigyázzunk. Nagyon sokan írtak arról, hogy békesség legyen a Földön. Az üzenetek mellett az időkapszulában elhelyezték Heltai Nándor Hunyadi város című könyvét, a Bibliát. 222 levélbe foglalt üzenetet, valamint városi újságokat, amelyben szerepel a közösségi ház, így őrizve meg hírét az összetartó hunyadi városi közösségnek. 60 év, 6 barát című előadással folytatódott a hírös Szenyőr Egyetem. Szerde este dr. Dávid Beáta szociológus, a Semmelweis Egyetem professzora a társas kapcsolatok és a közösségi élet fenntartásának, ápolásának fontosságáról beszélt a Naiman János Egyetemen. A társadalomtudomány számára beszédes mutató, hogy az embernek hány barátja van. A társas kapcsolatok a közösség élet fenntartásának és ápolásának fontossága volt a témája a hírös Szenior Egyetem esti előadásának. 60 év hat barát, ez volt az előadás címe, amely egy prohászka ottokár idézett, aki azt mondta, hogy aki 60 éves koráig hat barátot szerzett, az elmondhatja, hogy életében sok jó barátja volt. Ahhoz, hogy idősebb korunkra sok barátunk legyen, az kell, hogy fiatalon ezeket a kapcsolatokat felépítsük és ápoljuk. Az egyén számára védelmet, támaszt jelentenek az emberi kapcsolatok a magány ellen, a betegség ellen, a szegénység ellen, a boldogtalanság ellen. Ugye a betegségnél sokszor azt mondjuk, hogy bár minnyáján megbetegszünk, de az, hogy fölépüljünk, hogy akarjunk meggyógyulni, az egy nagyon fontos dolog. És ki akar meggyógyulni, aki úgy érzi, hogy Valamiért, valakiért meg kell, hogy gyógyuljon. Illetve amikor valaki ö, már a gyógyulás már akár még betegség oldalánról is nézzük, akkor az egy olyan támasz az emberi kapcsolatok, hogy odaadja nekem a gyógyszert, megkérdezi, hogy hogy vagyok, fölhív, elmegy a szomszéd a boltba, stb. 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 Tehát ugye nagyon sok olyan helyzet van az életünkben, amikor ezek kézzel válnak, ezek a pozitívumai az emberi kapcsolatoknak. A boldogság kérdése is központba került az előadáson. Sokszor kérdeznek bennünket, mi az, ami boldoggá tesz. Magyarországon különösen fontos a boldogsághoz az helyes emberi kapcsolatok működése. Egy társadalom pedig az emberi kapcsolatokon keresztül lehet stabil, mondta Dr. Dávid Beáta. Ha nincs egy megtartó közösség, az egyének is nehezebben tudnak védekezni. Fontos amerikai kutatások vannak, amik azt mutatják, hogy ez nem csak azokról a kapcsolatokról szól, ez a kohézív dolog, történet, hogy én a hozzám hasonló emberekkel mennyire vagyok jóba, mennyire tartom a kapcsolatot, hanem azokkal a csoportokról is, val is foglalkozom, vagy törődünk egymással, tudok egymásról, akik tőlem nagyon távol állnak. Tehát ha én viszonylag jó módú vagyok, magas iskolai végzettségem van, akkor foglalkozok, akik nem ilyenek és pont fordítva is. Tehát ez a kohézió a társadalom szempontjából, ez nagyon fontos, hogy az olló a társadalom alsó-felső vízbe ne, ne legyen egy ilyen nagyon széthúzó dolog. A szakember beszélt arról is, miért fontos, hogy az egyén minél inkább részt vegyen a társadalom életében, fontos megtanulni a közösségi létet. A sikeres öregedés szempontjából pedig elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás ne csak arra várjunk, hogy majd jönnek, hanem, hanem lépjünk át a saját árnyékunkon, nem könnyű, nem könnyű a közösségi életet, nem így vagyunk szocializálva, hogy mi közösségben éljünk, tehát az angolok azok a, a klub, a klubot az anyateljel szívják, megszületnek és már egy klubnak a tagjai. Mi magyarok ezt, ezt nem tudjuk, mi nem így vagyunk nevelve, tehát nekünk nagyon-nagyon nehéz, de minden szempontból az látszik, hogy aki egyszer ezt megkóstolja, utána az viszont mindenben elkezd buzogni, kicsit idézőjelben, de rájönnek az emberek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy lépjünk ki, próbáljunk meg saját magunkat kihúzni tulajdonképpen, és ezt a közösségi létet megtanulni, és erre például egy lehetőség, én az Otthon Segítünk Alapítványnak vagyok a kuratóriumnak az elnöke, ez, ez kisgyerekekkel. Tehát Nullától 3 éves gyereket nevelő anyukákkal, családokkal foglalkozik. És itt rengeteg nagymama van. Vagy várományos nagymama, aki ugye elmegy nyugdíjba, ereje teljébe van, és meg nincsenek unokái. És szeretne valamit segíteni, pót nagymama lenni másunk. És akkor azokat az embereket, ha megkérdezzük, egészen megváltozik az életük. Tehát ez egy nagyon fontos lehetőség a sikeres öregedésnek, hogy valami módon visszamegyünk a kivonulás helyett, a társadalomban részt vegyük. És a másik, ami most itt ülünk, illetve ugye a Szembevejsz Egyetemen kellett nemrég előadnom szinte ami hasonló témában, a tanulás, az élet hosszig tartó tanulás, az borzasztó fontos. Tehát az olyan teret nyit ki az embereknek, meg közösséget is terem, amivel ezt a fajta sikeres öregedést hát lehet segíteni vagy biztosítani. A Hírös Szenior Egyetem ingyenes előadásai tovább folytatódnak, a tavaszi szemeszterben összesen 8 előadást hallgathatnak az érdeklődők, legközelebb április 17-én professzor dr. Túzsa István görög mitológia az Európai Civilizáció bölcsője címmel várja a hallgatóságot. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Egy éves fennállását ünnepelte a Hunyadi Városi Közösségi Ház. Az ünnepi műsorral egy programon az érdeklődők megismerhették az elmúlt egy év eseményeit, eredményeit, illetve a jövőre vonatkozó terveket is. Egy hónapig tesztelte a Kecskemét közlekedési központ a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ünökség ZRT hidrogénbuszát. Ez idő alatt 4 tonna szén-dioxid kibocsátástól kímélte meg városunkat a busz. A szökőkutak és az zöld is megújul a fősétányon. A munkálatok jelenleg is zajlanak, melynek végeztével egy virágos, növényes, szép új főteret kapunk. A tervek szerint május közepén befejezik a rekonstrukciót. A Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnoksága és szemerei népat, aki Klaudia polgármester köszöntötte a száz éve született nyugalmazott hivatásos katonát, Tóth Lajos. Hamarosan megnyílik az M44-es gyorsforgalmi útra Kitelek és Szent közötti szakasza. Dömötör Csaba parlamenti államtitkár miniszterhelyettes közösségi oldalán arról beszélt, hogy 125 kilométerből körülbelül 90 készen van. Kedves nézőink, hírórával legközelebb, holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Munkatársaimmal együtt köszönöm mai figyelmüket, szép estét kívánunk mindannyiuknak, viszontlátásra!